A havi hegyi templom építése, az Európa fájának nevezett mandulafa és Pécs költségvetése. Ezeket kötötte össze az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője szerdai tájékoztatóján. Csütörtökön kerül a képviselők elé Pécs idei költségvetésének tervezete. Kővár János szerint nagy a baj. Körülbelül 3 és 4 milliárd közötti ez a hiány. Ugye ez majd holnap tudjuk meg a pontos számokat, reménységünk szerint rá fogunk kérdezni. Az igazán nagy probléma az, hogy sem ingatlan eladásokból, sem a gazdaság hirtelen megnövekedett bevételeiből nem lehet ezt már fedezni, és úgynevezett takarékossági intézkedésekből is ekkor összeget nem lehet fedezni. Ezért a politikus szerint a Modern Városok program pénzeiből kell olyan fejlesztéseket megvalósítani Pécsen, ami olcsóbbá teszi a város üzemeltetést. Közel 25 milliárd forintot arra fordítson a város, és ezt most már döntse el végre, hogy olyan város korszerűsítést hajt végre, amiben az elektromos buszok beszerzésén, a közvilágítás korszerűsítésén, az épületeink energetikai korszerűsítésén keresztül állandó valódi megtakarítás legyen. Közel 2-2,5 milliárd forinttal lehetne csökkenteni az éves működési kiadásainkat, hogyha erre fordítanánk a fejlesztési forrásainkat. Idén is kell kormányzati támogatás Pécsnek, hogy tartani lehessen a költségvetést Kővári szerint. Egyébként a tervezet tárgyalásának a csütörtöki lesz az első fordulója. Elfogadni március közepéig kell, ezért még sok minden változhat, mondták a Városházán.